Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban egy kis boldogsághormon csempészünk az otthonaikba, és ezt nem másként és más valakivel fogjuk tenni, mint Kuzma Évával, aki hobbi szinten űzi az édességkészítést, mesebeli tortákat készít, és még sok minden mást. Köszöntelek, Éva! Üdvözöllek titeket a birodalmamban! Hogyan kerültél kapcsolatba az édességekkel, legfőképpen a tortákkal? Hát mindig közeli volt, közel állt hozzám a művészet, szóval kiskorom óta nagyon szerettem mindig rajzolni, és hát soha nem gondoltam volna, hogy épp a cukrászat, meg ebben az iparban fogok majd tevékenykedni. Akkor mióta években mérve, milyen hosszúságban, évek hosszúságában dolgozom már édességekkel? Az első tortámat a kislányomnak készítettem az első születésnapjára, és ma már a kislányom 18 éves. Milyen tortákat készítel? Mert ezek azért a környéken ismerjük, vagyis én úgy ismerlek téged, hogy mesebeli torta készítő. Nem csak mesés tortákat, de milyen tortákat készítel ezen kívül? Igénytől függő az egész, de viszont nagyon szeretem a mesés tortákat. Hogyan lett ez a hobbi már napi szintű hobbit? Tehát gondolom fejlesztetted magadat. Természetesen különböző tanfolyamokon veszek részt, illetve sokat böngészek az interneten, onnan merítek nagyon sok életet és inspirációt. Minden egyes technikát valamilyen tanfolyamadon tanultál, vagy valamit önképzésben itthon leültél, megnéztél egy videót és általa? Persze mindent nem lehet megtanulni tanfolyamokon, szóval igen, itthon is szoktam magam képezni, mert mindig valamit ellesek. Kísérletezel is, gondolom, újabb technikákat próbálsz ki. Természetesen nagyon sokat, rengeteget, de viszont ennek nagyon nem örül a férjem, mert akkor nagyon sok mindent kell itthon kóstolnia. Ez egy elég időigényes hobbi, valljuk be őszintén, a család mellett azért lehet egyeztetni? Hát kénytelen vagyok, mivel hogy szeretem, és hogyha valamit az ember szeret, akkor az így megyen. És a család, gondolom, ebben segítségedre van. Igen, nagyon is. Áruljuk el a nézőknek, hogy milyen ízesítésű tortákat készítel. Különböző ízű tortákat szoktam. Per pillanat nagyon menő a mascarpone, málnával, illetve a pisztáció, karamella, csokoládé. Ilyen klasszikusabb ízek is. A tortákon kívül egyéb ilyen kreációk, amelyek születnek a kis műhelyedben? Természetesen utóbbi időben épp a francia desszertek, tehát nagyon menő és nagyon trendy, és ezt szerettem volna a hazaiaknak is bemutatni, illetve a pralinék, a bombonok, a belga csokoládé. Időben mit jelent egy tortána, egy torta készítés az alapoktól, ahogy megsütöd a piskótát, onnantól kezdve az mennyi idő, még elkészül az alkotás? Ez egy ilyen többnapos folyamat, Erika. Kb. Egy olyan összetéve talán 14-15 óra is, de hát a különböző attól függ, hogy milyen tortáról van szó. A pralinék és ezek a francia desszertek, amelyeket készítel, ezek is ilyen nagyon időigényes dolgok? Ezek viszont úgy készülnek, hogy a francia desszertekre vannak formák, ebbe kell önteni, és ez aztán mélyhűtőben van, és mikor szükség van rá, akkor kihúzom és díszítem. A praliné viszont ez egy egész napos munka, arra tényleg szükségem van, hogy itthon legyen az egész család, és csak annak szentelem egész napomat. Nézzük akkor most ezeket a mesebeli tortákat, amelyeket készítel. Úgy tudom, hogy most is bealkottál valamilyen tortát, nem tudom, milyen ízesítésű lesz, és mi lesz rajta, majd ezt elárulod. Természetesen egy mesebeli tortával készültem ma, és ennek a folyamatát fogom most majd fogjuk együtt bemutatni, a Kisvakond című mesét. Ez egy emeletes torta lesz egy alaprésze, és a tetején lesz még egy emelet, és majd mutatom, hogy. Jó, akkor lássunk is hozzá. Szóval itt van az alaptortánk, és akkor ebben mennek majd az oszlopok, és erre fogom ráhelyezni a felső emeletet. Ezek olyan technikák, amelyeket otthon is azért a háziasszonyok úgy elleshetnek tőled a mostani műsorból? Szerintem igen. Igen, ez nem olyan igényes. Akkor figyeljünk, hölgyek és urak! Szóval szívószálakat fogok használni, ezek lesznek az oszlopaim, és erre majd ráhelyezek egy kisebb tálcát, és ezen lesz a második emelet, és ugye az emelet, hogy ne süppedjen be a tortába. Ez nagyon fontos, mondjuk nem csak nyáron, de viszont télen is, mert a felső emelet általában nehezebb. A közepébe gondolom, meg így körén? Úgy szeretném majd elkészíteni, hogy egy picit hátrébb menjen, mivel hogy vannak készen a figurák, hogy ráférjenek így előre. Értem. Szóval ez lesz itt az eleje, el van készítve airbrush technikával, be van satírozva, be van fújva, mivel hogy itt majd fű lesz, és a felső részt majd mutatom, ott majd lesz az égbolt és az kék. Szóval kb. Itt lesz a közepe, ez itt az eleje.
Ezt megtervezed előre, hogy nézzen ki, lerajzolod magadnak, vagy csak a fejedben születik meg, és ezt váltod valóra? Komoly tervezést igényel egy tortakészítés. Van úgy, hogy leszoktam rajzolni, de néha van úgy, hogy csak úgy elképzelem, és néha más is az eredmény, de viszont mindig elégedett vagyok. Látom, itt különböző eszközök is most már előkerültek a háttérből, amely nem biztos, hogy egy háziasszonynak van, de azt hiszem egy kanállal is bele lehet nyomni. Természetesen. Ennek a szívószálnak olyan hosszúnak kell lenni, mint maga a torta, ugye? Persze. Hát ez mint egy oszlop. Mint egy oszlop. Szoktam figyelmeztetni, igen, az embereket, nem, hogy aztán belevágnak. Ezt úgyis mindenki észreveszi. Ez a pálca, ami a kezedben van, ez már kifejezetten egy cukrász kellék? Igen, cukrász összeben lehet megvásárolni. Szóval, hogyha egyenesen megyen, igen, hogy stabil legyen. Körülbelül hány kilót nyom majd, ami rákerül? Nem szoktam soha mérni a tortákat, de kb. Ez az alap egy olyan 4 kiló lehet, plusz még a felső emelet, lehet, hogy összesen lesz egy ilyen 7 kilós ez a tortánk, a mai tortánk. Ez marcipán vagy fondán? Fondán. Marcipánnal is dolgozol, vagy vegyesen? Marcipánt főleg a pralinékbe szoktam, mint töltelékeknek használni, nem nagyon szeretem a torta tetejére, viszont ízben persze, hogy finomabb. Jobban szeretem viszont a tortákat, amik nincsenek bevonva fondanttal. Szóval csak így krémmel körbekenve. Uh-huh. És egyre trendibb ez ma. Bekerültek az oszlopok, következő lépés. Mostán bekenjük krémmel, hogy aztán hozzátapadjon az a tálca a felső emeletünk. Igen. Nem kell belőle sok, illetve csak itt tényleg egy picurka. Ez az a krém, amely a belső ízesítés is? Kétfajta krémet használok. Az egyik, az bent van a torta közepébe, a belsőbe, és aztán van egy másik, mondjuk például ez az, amelyel körbekerem a tortát, és arra megyen majd rá a fondant. Szóval ennyi elég. Jönök. Itt akkor három lap van, ugye? Négy. Négy lap és három réteg krém. Így volt a kérés, vagy te? Általában ilyen magas tortákat, ilyen nagyokat készítek. Inkább magasak, mint szélesek. Igen, egyébként ez mutatósabb is. Na most akkor ez lesz az eleje. Tehát most rákerül. Igen. Ugye az emelet. Most levegőt se vegyünk. Megigazítjuk, igen, hogy jól legyen. Uh-huh. Szép egyenes minden oldalról. Jön az eszközöm. Kicsit megnyomkodjuk. Aha, hogy egyenes legyen, van. Igen. Így. Ezeket az eszközöket csak a torta készítésre, vagy a csokoládé praliné készítésére használ. Igen, természetesen, igen. Igen. Na, és hogyha már készen van összevelekve a két torták, következik a díszítés része. El van itt készítve nekem már ragasztó, persze élelmiszeriparban használó ragasztó. És akkor ezzel most bekenjük, és megyünk, megcsináljuk a füvet köré, vagy eldugjuk, eltakarjuk ezeket a csúnya részeket. Az átmeneti részeket. Persze. Uh-huh. Ezt így körbekenem vele. Ennek van íze? Nem, ennek semmi íze nincs. Otthon lehet... Ezt hogy lehet kiváltani? Ezt meg lehet venni, mint porban, és akkor el van keverve vízzel. Illetve otthon, hogyha szeretne valaki ragasztót használni, nagyon egyszerűen lehet tojásfehérjét is ebből a célból felhasználni. Előre elkészítettem a füvünket, fokhagymapréssel. Igen, fokhagymapréssel? És akkor csak így felhelyezzük már a ragasztóra rá. Tehát ez is fondán, csak fokhagymapréssel van kinyitva. Majd megmutatom a folyamatát, hogy te gondolod. Az árnyalat az nagyon fontos, hogy szép legyen. Hát visszaköszönjön az a fű, mint hogyha fű lenne. Igen. Ezt megtehetjük, ezt a ragasztást mondjuk krémmel is, nem? Természetesen. Vagy akkor nagyon csokoládés lesz. Nem. Akár krémmel, csokoládéval, bármival. Egy ilyen tortára körülbelül mennyi fondán kerül? Fúha! Megfogtam.
Attól függ, hogy milyen a díszítés. Természetesen. Kb. Szerintem egy olyan 2-3 kg díszekkel együtt. Lehet, hogy sokat mondtam. Mert a díszekre is más fejtel fondantot használok, meg a figurákra is. Tehát azok keményebb, ugye? Vagy jobban formázható? Lehet, hogy több kakaóvaj kell, hogy tartalmaznak, nem is tudom. Már ki van próbálva. Tehát így kitapasztaltad, hogy erre más kell. Igen. De hátra valami másod kell, azt kitalálnunk, mert nem hagytam elég helyet főnek, nem baj, majd máshogy. Ezt egyébként úgy szoktam, hogy mikor elkészítem ezt a füvet, akkor már is ragasztom. Mert ilyenkor már megkeményedik, picit nehezebb beledolgozni, látod már. Igen, látom, hogy már eléggé masszív. Hogyha puha, akkor jobb beledolgozni. Mind a két része ugyanolyan ízesítésű belőle? Nem, mindig arra törekszem, hogy kipróbálják az emberek a többfajta ízeimet. Az alsó, az per pillanat csoki erdei gyümölcs, és a felső része az meg ilyen mascarpone eper darabokkal. El is készítettem, nektek meg lehet kóstolni. Jó, élünk majd a lehetőséggel. Számodra melyik volt az a torta, amely a legszebb volt? Igazán azt mondod rá, hogy ez a sikerült azt megalkotnod, amit elképzeltél? Szerintem a menyasszonyi torták. Ezek mind olyan szép romantikusak, mert ezt is nagyon szeretem. De viszont ezek a mesés torták is. Az a legutóbbi szerintem a spongyabob az eléggé nagy sikere volt. Nagyon szép színes. Tehát minél több színt tartalmaz a torta, vagy ahogy a színek harmonikusan összeilleszkednek? Inkább passzoljanak a színek egymáshoz. Inkább az a fontos. Legnehezebb tortád? A legnehezebb tortám szerintem egy 3D-s forma egyes autó volt, illetve az ilyen konstruktív torták, ilyen technikai autók, biciklik, motorbiciklik. Például volt egy ilyen vétrészes tehergépkocsi. Igen. 8 órás munka, csak a teherkocsi elkészítése, és még a torta sehol. Melyik részét szereted ezeknek a tortakészítés folyamatának? Mivel inkább művész vagyok, inkább ez az utolsó fázis ennek a munkának, a díszítése. Itt már tényleg minden készen van, és már csak összeillesztem, hogy minden harmonikusan szépen rajta legyen a tortán. Ezeket a figurákat tudja elképzelni, hogy leülsz este, és meggyúrod, vagy napközben, vagy hogy látod? Rendkívül, tehát gyönyörűek, és látni, hogy szíved, lelked benne van. Köszönöm. Általában akkor szoktam őket formálni, mikor egy kis időm van, néha tényleg este, néha napközben, és nagyon időigényesek, szóval van, úgyhogy egy pár, mondjuk nem konkrét ezeket, de van úgy, hogy néha 8 óráig is gyurmázok vagy autót. A finom motorikád az akkor eléggé fejlett. Látod, hogy állandóan gyurmázol. Van, hogy a család is besegít? Gyurmázásban? A fiam szokott ilyen. Nagyon élvezi. A családban van, aki még ilyen hobbit űz, mint te? Nem tudok róla, de viszont a fiamnak vannak ilyen hajlamai, és imád rajzolni, szóval bízom benne, hogy az évek során majd valami kialakul belőle is. Mert van egy kis művész érzéke neki is. Távlati tervei, céljaid a hobbidon belül, mi az, amit még el szeretnél érni, kipróbálni? Biztos van még olyan technika vagy édesség, amit nem próbáltál és szeretnél? Még a francia desszertek terén szeretném magam jobban fejleszteni, és ezeket az új trendeket behozni ide a hazaiaknak, de viszont mindig van valami új, amit ki lehet próbálni. És most, ahogy mondod ezeket a francia desszerteket, van, tehát aki megízleli, visszatér hozzád, hogy én kérek még. Természetesen ez mindig így van, mert ezek tényleg nagyon finomak, ezek egészen más ízek, mint amihez az emberek szokva vannak nálunk. Tehát ide jönnek a szereplők, és a tetejére majd a gondolom a kiírás, ugye? Hogy ki lesz a torta. Igen, az is majd még benne lesz, és még lufikat készítettem csoki golyókból. Ez most nagyon menő, azokat is mindjárt felhelyezzük a tortára. A fondánon kívül a pici drótokat látok, még mi az, amit szoktál alkalmazni a díszítési technikákban? Általában ilyen drótocskák, fogpiszkálók. A díszeket általában saját kézileg szoktam én mind megformálni, meggyurnálni. Te is kóstolgatod a tortáidat, vagy... Mert ez általában úgy szokott lenni, hogy
akinek valami a hobbija, akkor azt úgy nem nagyon. Tehát ő önmaga nem nagyon szereti, vagy ízleli, tehát így. Természetesen mindig megkóstolom, hogy milyen a krém, nehogy véletlenül sok kerüljön vele. De viszont nem szeretem a tortáimat, nem szoktam őket enni. De mások süteményét nagyon szeretem. Most mi az, ami gyúr szépen? Per pillanat szeretném elkészíteni, mert csokigolyókból lesznek itt fent, elufik, és ahhoz ezeket a madzagokat, amiket majd a kisfakonda kezébe fog tartani, és én azt mondják mostanak kicsikét. Hú, és ezt hogy fogjuk készíteni? Mindjárt mutatom. Ez egy ilyen eszközöm hozzá. Ez micsoda? Ebből fogom csinálni az ilyen hosszú, egyenletes zsinórokat. Pillanat. Ez már egy cukrász eszköz. Igen. Erre már nem jó a fokhagymanyomó. Lehet, hogy meg lehetne oldani, de szerintem összetapadna. Próbálom szétszedni, és így egyenként. Ez csak így csüngni fog, tudod? És akkor itt van az eleje. És ezt csak így ide-oda tapasszuk. Ugyanúgy a ragasztónkkal. És a lufi, az szintén marcipán? Nem, az csoki golyó, itt van előkészítve. Ezek fognak majd felkerülni. Ki vannak már pontosan? A csoki golyók azok hogy készülnek? Erre speciális formán van. Amely a bebeleöntöd, és aztán igen, összeilleszted őket. Természetesen. És a külseje hogy kap ilyen szép színt? A formák előre vannak ki színezve. És milyen ízesítésű az a csoki? Mindig van valami különleges íze, vagy csak... Ez simán tejcsoki, belga tejcsoki, mert belga csokival dolgozom. Ezek hány százalékos csokoládéka? Hát van étcsoki is, ami 72 százalékos, aztán azt mondom, hogy ez 56 százalékos, és a fehér az talán 28. Nem vagyok biztos. Na és most megolvasztottunk egy kis fehér csokit, és ezzel fogjuk felhelyezni majd a tortára a csoki golyónkat. Levegőt se vesztek. Nem. Levegőt se veszünk, nemhogy véletlenül lássik. Tehát ezt már előre tudtad, hogy ezt úgy akarod oda tenni. Igen. Meg volt tervezni. Ezt meg kell tervezni. Megpróbálom eltakarni ezeket a fehér csoki összetételeket is, hogy ne legyen annyira látni. És jó lesz így? Szuper. Álmomban nem gondoltam volna, hogy így össze tudjuk illeszteni. Rendben. Akkor most szerintem élet a napocska. Ezt ide terveztem. És jönnek a katicabogarak. Pirinyok, de hát még a csápja is megvan alkotva. Ennyire maximálisan. Szeretett, ha minden a helyén van, ugye? Természetesen. Egy kislánynak készül az a torta. Igen. Szóval most gondolkodom, hogy hova szerintem itt lesz a legjobb ide, hiányzik meg valami, ugye? Igen. Ez ilyen nem annyira nehéz, szóval itt mehet a ragasztó is. Ezeket kinyomtatod, vagy ezek így kaphatóak már? Micsoda a betűk? Ezek a betűk. Én szoktam mindent. Uh-huh. Van ilyen formám, és akkor az a ennek segítségével. Azért itt jó sok eszköz kellett felhalmozni az évek során, hogy az minden most már úgy működjön, ahogyan szeretnéd. Pontosan úgy van, ahogy mondod. Összehasonlítva a 18 vagy 10 évvel ezelőtti énedet a mostanival, hogy értékeled magadat? Fejlődtél? Milyen szinten fejlődtél? Mi az, amiben többet nyújtasz már? Természetesen mindig az ember fejlődik, és hogyha ennyi tanfolyamon veszel részt, akkor ugyanúgy, de mint ember is sokat változtam. Mi inspirál munka közben? Általában internetről szoktam meríteni ötleteket, de viszont a mindennapokban is mindig találok valami szépet. Nemrégiben volt egy képet feltöltötte az ismerősöm, a vörös rózsáját húzápor után,
És mikor megpillantottam ezt a képet, én már is beindult a fantáziám, hogy hogy lehetne ezt tartán megművelni. Szóval így, mindennapok is benne vannak. Most egy kis színezéket fogok ide kiszórni, és fehér alkohollal fogom egy kicsikét megkeverni, lágyítani. És el van készítve. Ez milyen alkohol? Hány százalékos? Házi pálinka. Pipettám, és akkor ebből... Fekete színt fogunk akkor létrehozni. Igen. És mi lesz vele? Ezekből szeretnék rajzolni egy olyat, hogy merre szállnak a katicabogarak, ilyen csíkocskákat. Aha! Még ilyenre is gondoltál. Most már azért a hazai hobbi cukrászok is felfigyeltek rád, és ha jól tudom, akkor tortád is megjelent egy ilyen negyedéves magazinban. Igen, már nem első alkalomtán. Mi volt a kihívás? Vagy a felhívás, mit kellett alkotni? A magazinba gondolod? Igen. Egy angol rózsát kellett volna, szerettek volna, hogy megformázzak, és ezt tortán lefényképezte, lefotózta a férjem, és ez egy egész munkafolyamatot. Na, szerintem készen lettünk. Mesebb belé lett. Köszönjük, Éva, hogy beengedtél a konyhádba, és kalauzoltál bennünket a torta készítés rejtelmeibe. Van-e valamilyen üzeneted a nézőknek, hogy esetleg, ha valaki érez magában ilyen iniciatívát, hogy elkezd cukrászkodással foglalkozni, akkor hogy is kezdje? Nagyon szívesen örültem, hogy itt voltatok velem, és közösen véghez tudtuk vinni ezt a folyamatot. Természetesen mindenki, aki érez magában egy kis művészeti hajlamot, nyugodtan belekezdhet, és az én tanácsom, hogy ne adja fel, próbálkozzon, és nem sikerül elsőre, akkor másodjára, vagy többszörjére biztos sikerülni fog. Köszönjük szépen, Éva! És köszönöm, sziasztok! Viszontlátásra!